udvarán, a muzsikáló udvar rendezvényén. Sok éves hagyomány már, és ez nagyon szép hagyomány, hogy gyaranként ide a Városháza udvarára beköltözik a zene. Beköltözik a muzsikának mindenféle ága. Mai este a Dél-Alföldi Harmonika Barátok Egyesületének este. A harmonikáról nem sok mindent tudunk. Tudjuk, hogy gyönyörűen szól, tudjuk, hogy virtuózok játszanak rajta, és a harmonika mégis a magyar zenében valahogy olyan második sorban mozog. Nem csak a népszerűségben, hanem a ráírt dalokban, a zenékben is. Talán ezen is segít az az egyesület, ami most létrejött. Bakos József az egyesület vezetője. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Dél-Alföldi Harmonika Barátok Egyesülete nevében, a szép nyári estén, itt a Városháza udvarán. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy olyan színpadon kaptunk lehetőséget a harmonika népszerűsítésére, ahol már nagyon sok neves művész megfordult. Thank you.
gyönyörűen tapsolnak, attól féltem, hogy nem lesz szép a taps, ezért hoztam magammal egy tapsolót, aki segít nekem. Hát ugye létezhet ilyen is. I'm gonna go get some more.
kínában sem, a kínai császár. Mert amikor a szívemre a bóbánat rászál, magamon nem nyúzatom, a szívemet sem zúzatom. Három vödörös ő mellé csak a cigányt hozatom. A csikorgós nem támad, csak Dílim hátos, hát a pályán.
Kedves uraim, most pedig szeretném színpadra szólítani idős Boros Gyulát, Szeged megyei jogú város idősügyi referensét, a Senior Center vezetőjét. Boros Gyulát azért kértük ide a színpadra, mert a mai est emlékére, megköszönve a fellépő művészeknek, hogy itt voltak, és örülhettünk a zenélésüknek. És akkor most már tényleg csak a finálé maradt hátra. A Gyula azt mondta, hogy még énekelni fogunk. Ezt én is megígértem már önöknek, úgyhogy ne hagyjanak cserbe bennünket. Seres Rezső örökérvényűjével köszönünk el önöktől. Kívánunk! Szeressük egymást! Arra kérek mindenkit, hogy énekeljük együtt. Én ám itt semmi szükség továbbiakban. Minden jót kívánok önöknek, további szép estét, és ha lehet, holnap este is találkozunk, ugyanúgy. Viszontlátás! Életet